van ez a kicsike medve, akinek dacos a kedve. Aludj, most van téli álom. Nem, én azt nagyon utálom. Volt, aki izgulva más játszik könnyedséggel adta elő a jó előre megtanult versét az idei Hollós László versenyen a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Szabó Lőrinc, a hajnalizgók. Egy hét volt, mire megtanultam, meg van egy felkészítő tanárom, és ő vele is elmondogattam, és a hangsúlyokat elgyakoroltam vele. És szoktam ideges lenni az öcsémre, és akkor ez mindig így, és akkor itt ki tudom adni magamból a feszültséget, meg a végén meg lehet nyugodni. Bósa Lajos, Kiskelemen és Kakaskama. Kiskelemen kakaskamát hajszol az udvaron, kacskaringó szép tollára, fáj a foga, de nagyon. Ej, ha egy fát kiúszhatna, kalapjához gyönyörűen illenék. Lengedező bókrétáját megbámulnák Bandiék, meg Nelliék. De nem én választottam a verset, a tanárnőm választotta nekem, és én a Kiskelement és Kakaskamát mondom. Nem volt túl nehéz, mert egy ilyen öt verszakból állhatott ez a vers, vagy ilyesmi. Bár szokás mondani, hogy egyre nehezebb a gyerekekkel megszerettetni az irodalmat, a mostani versenyre érkező kisdiákokra ez egyáltalán nem igaz. Általában jók a sztoriuk, meg az ilyesmik, mert jól ki van találva, verszakokra van osztva, és könnyű megjegyezni őket. A versmondást vállaló gyerekek legtöbbje természetesen nem csak papírral ismeri nagyon jól a minket körülvevő természetet, nem titkoltan ugyanis szinte mindannyian imádnak kirándulni. Az év végén is megyünk az erdőbe kirándulni, meg a hegyekbe. És szeretek kirándulni, mert ott csend van, meg minden. Kéne egy csacsi, egy olyan igazi. Azt hiszem vele jót tudnék játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? A Hollós László versmondó verseny nem csak attól különleges, hogy évről évre rengeteg diák vesz rajta részt, hanem a témaválasztását illetően sem egy hagyományos versmondó verseny. Talán attól különleges, hogy egy olyan emberről nevezték el, akiről egyébként sok szekszárdi vagy Tolna megyei még nem is tud. Hollós Lászlóról tudni kell, hogy a 20. század egyik meghatározó botanikusa volt, egészen pontosan mikológus, azaz gombakutató, és egymaga Szekszárd és Kecskemét környékén több mint 1400 fajta gombát fedezett föl. Egyébként, hogyha megy valaki föl a Babits utcába, a Babits szülőháza felé, akkor a Hollós szülőházat is megtekintheti ott. Azt gondolom, hogy ez egy különlegessége, hogy egy kicsikét megismerjük azokat az embereket, akik mondjuk Szekszárdon a környéken éltek, és valami nagyot alkottak. És persze azért is különleges évről évre ez a versmondó verseny, mert hogy körülbelül 100 gyereket mozgat meg. Idén egészen pontosan 94 kisiskolás diák vett részt a versenyen, 4 korcsoportban indulhattak. A nevezés feltétele pedig az volt, hogy olyan verset választanak, ami az ember és a természet kapcsolatát, vagy az élővilág sokszínűségét mutatja be. Az elmúlt évtizedekben több, vagy viszonylag sok versmondó versenyen vettem részt zsűritagként, hogy a 2010-es, 20-as évekre nem éppenséggel a legtrendibb műfaj a versmondás. És azért is szívmelengető, hogy a Tolnai megyeszékhelyen összetud ennyi gyerkőc jönni, és a versmondásnak a versnek hódolni. A vers az azért jó szerintem, mert néhány percbe, néhány verszakba belesűrített élet igazából. És hogy ennyien vannak, és ráadásul ennyi viszonylag kicsi, tehát fiatal, az mindenféleképpen szívmelengető. Figyelem, figyelem! Tekintettel a hóra, hidegre, erkélyemen, idén jelleggel, térítésmentesen működik a téli madárétterem. Figyelem, figyelem! Aki olvassa, aki hallja, aki jól lagott és már sokalja,
értesítse a környék szárnyasait, hogy bőviben van a magit. Körülbelül egy 20 évbe elmondható, hogy a gyermekirodalom is kiszélesedett Magyarországon is. Nagyobb lett az étlap talán, vagy az étlapon sokkal több minden megtalálható. Ennek van előnye, viszont vannak hátrányai is. Én minden versmondó versenyen elmondom, hogy azért törekedjünk az irodalmi igényességre. Persze ez leginkább főleg a kisgyermekek tekintetében a felkészítő tanárok és a tanítók felelőssége, de szerintem nagyon fontos. Az idei versenyen végül a Szekszárdi Baka István általános iskola diákja érték el a legjobb helyezéseket.